Köszönöm. Az egyetlen szó, ami méltó a harmadhoz. Így kezdte felszólalását a szerbiai parlament díszülésén Áder János. A magyar köztársasági elnök méltatta a parlament múlt pénteki nyilatkozatát, amelyben elítélték az 1944-45-ös vajdasági vérengzéseket és a kollektív bűnösség szellemében hozott háborús határozatokat. Áder János a képviselőkhöz szólva azt mondta, akik ki tudtak lépni a múlt fájdalmas tévedéseinek és embertelenségeinek árnyékából, azok az élet és vele együtt a jövő, a közös jövő oldalán állnak. Mint fogalmazott, a nemzetgyűlés tagjai felismerték, hogy mindazt, amit politikusok rontottak el egykor, azt a ma politikusainak kell helyrehozni. A magyar államfő szerint ez a gesztus azt üzeni, hogy akik egymás gyászában osztozni tudnak, azokat erős szövetség és lelki közösség köti egymáshoz. Az új 21. századi Közép-Európa ilyen gesztusokból születik meg, mondta Áder János. A szabad és demokratikus Magyarország elítéli azokat, akik a II. Világháború szenvedéseit fokozva magyarként vétettek ártatlan szerb emberek ellen. Magyarország köztársasági elnökeként bocsánatot kérek azokért a bűnökért, amiket a magyar állam nevében a II. Világháború során magyarok követtek el ártatlan szerbek ellen. A jövőre vonatkozóan Áder János így fogalmazott. S habár a bűnöket senki sem teheti, meg nem történté. Mégis hiszünk abban, hogy a kölcsönös bocsánatkérést követő megbocsátás a megbékélésen is képes túlmutatni. Mert mi nem egymás mellett, hanem a közép-európai népek közösségeként kívánunk élni. Mi, mai magyarok és mai szerbek egy emberként az ártatlan áldozatok oldalán állunk. Áder János beszéde végén azt kívánta, hogy gyermekeinkre ne a halál, a hazugság és a gyűlölet, hanem az élet, az igazságosság és az együttműködés örökségét hagyjuk. A parlamentben megtartott ünnepi beszédét követően Áder János magyar köztársasági elnök elhagyta a szerb fővárost. A program folytatásában a magyar és a szerb államfő Csúrogon hajt fejet az ártatlan áldozatok emlékművei előtt.